Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen az ő következő lépése. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mit fog tenni. Ez a kártya itt középen jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Ez lehet egy örökösödési ügy, de mint mindig, ennek a koporsónak van szimbolikus jelentése is. Jelenthet régi témákat, emlékeket, vagy egy idősebb szemét. De azt is jelenti ez a kártya, hogy ő lezár valamit, befejez valamit, vagy lezár egy bizonyos kapcsolatot, és utána lesz egy új irány. A következő kártya azt jelenti, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. A külső hatás. Itt ez a horgony szimbolizálja a biztonság érzetét, ahol ő úgy érzi, itt le tudok horgonyozni. De mivel a koporsó ezt le tudja zárni, előfordulhat az is, hogy van külső behatás nála, és ezáltal ő úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Amit ez a horgony még jelent, a munka és a hivatás, hogy ott befejez bizonyos dolgokat, de az is lehet, hogy elbúcsúzik a munkahelyétől, és lesz egy munkahelyi változás, egy új kezdet. A következő kártya azt jelenti, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható a szív, tehát a szerelem. Ezzel az érzéssel közeledik hozzád, vagy kimondja azt, hogy szeret téged, vagy érezteti ezt veled. Megbízhatsz benne, ő lezár bizonyos dolgokat, és szerelemmel közeledik hozzád. A következő kártyák azt jelentik, hogy hogyan fogad ezt el, hogyan lépj, hogyan közeledj felé, mit kellene tenned. Itt látható a kulcs, és az jelenti a te magabiztos fellépésedet. Légy biztos abban, hogy itt kinyílik egy kapu, ezek a lehetőségek, ami kettőtöket illet. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, a jó ízlésedet, azt is, hogy valamit megszépítesz a környezetedben. Persze ez a virágcsokor lehet egy ajándék is, mert ő meglátogat téged, megajándékoz téged. Az is lehet, hogyha ő közeledik hozzád, és kimutatja az érzelmeit, hogy te ajándékozod meg őt. És ez volt, ez a szerelmi jóslás, az ő következő lépése. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.